Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasság törésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te, mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor tovább faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik, aki büntelen közületek, az vessen rá először követ, és lehajolva tovább ért a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő, meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Talán a Biblia egyik legmegrendítőbb, és gyakran az egyik legzavaróbb története az, amit felolvastam. Zavaró történet, és pont ez volt a szándéka a véneknek és az írástudóknak, hogy zavaró legyen. Hogy Jézus zavarba jöjjön, mert hát mégiscsak itt történt valami, aminek a dolgában hát szint kell vallani. Hát mégiscsak egy házasságtörésről van szó. Zavaró, annyira zavaró, hogy az egyház atyák, a régiek, zárójel mindegyik férfi volt, nagyon nem szerették ezt a történetet, nagyon szívesen kihagyták volna a Bibliából, hiszen mégiscsak egy bukott nő van. És azért milyen jó egy bukott nőt ellengére állítani, nem véletlen egyébként a történetben azért nincsen ez kihangsúlyozva, de annyit hadd mondjak el, hogy kivétel nélkül mindenki férfi volt, aki ennek az asszonynak a végét akarta. Megrendítő, zavaró, és egy kicsit homályos. Gondoljuk végig ennek a történetnek minden mozzanatát. Ott kezdődik az egész, hogy Jézus kimegy az olajfák hegyére. Honnan? Hát kimegy egy ünnepből. Kimegy a templomból. Mert a lombsátrak ünnepe van, és a lombsátrak ünnepe az ezelőtt 2000 évvel hiába a templom és a templom körüli területre összpontosult, tehát alapvetően egy nagy dínomnálunk volt. Ma így mondanánk, hogy születi bál. De volt ennek valami kis szentséges, magasztos kerete, de valójában nem volt ez más, mint egy nagy születi bál. És Jézus kimegy ebből, és kimegy abból, hogy ott folyamatosan támadják. Kivonul abból, hogy őt számon kérik. Mert a 7. fejezet, ha valaki olvassa velünk a Bibliát, akkor tudja, hogy a János 7-ben Jézusnak a tanítása, és aztán Jézusnak a személye, mind a kettő kritikák keresztüzébe kerül. Jézus ebből kivonul. Jézus nem azonosul. Hiába van vallásos malasztal összekenve, nem azonosul vele. Kivonul, elvonul. És ott az olajfák hegyén tölti az éjszakát. Aztán visszamegy a templomba. És újra kezdi a tanítást, mert Jézus soha nem adja föl. Jézus azzal, ami tisztességtelen,
azzal, ami nem szent, azzal nem azonosul, de mindig megadja a lehetőséget, mindig újra kezdi. Ezért van az életünkben folyamatos reformálódás, ezért van a lehetőségünk újat kezdeni, mert velünk ellentétben, Isten mindig ad egy második esélyt, meg harmadikat is, meg századikat. És lehet, hogy régen nem voltál már a templomban. Lehet, hogy régen olvastad a Bibliádat. Lehet, hogy régen megfeledkeztél arról, hogy Isten népéhez tartozol. De most itt vagy. És úgy lehetsz itt, velem együtt, aki egyébként volt a múlt héten is, meg azelőtt is, hogy ugyanúgy Isten szeretett gyermekei vagyunk. Mert Isten nem rója föl, nem tartja nyilván, nem tolja az orrunkba azt a rengeteg hiányosságot, nem olyan, mint mi, sokkal türelmesebb, sokkal megértőbb. A Jeremiás irodalmait azért is olvastam föl, hogy értsük az Istennek a csodálatos gondolkodását, hogy a legmélyebben lévőbe nem rúg bele, mint ahogy mi szoktunk. Fölemeli.